Petőfi Sándor 200, míg Tamási Lajos 100 éve született, mindketten éppen január 1-én. Ebből az alkalomból jelent meg az igényes küllemű kötet pár Benke László szerkesztésében, amit Nagykonyiban is bemutatott. A Vürc Ádám Általános és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek zenei köszöntője után a Nagykonyi Tamási Lajos Általános Iskola tagintézmény vezetője köszöntötte a kötet szerkesztőjét és a rendezvény résztvevőit. Mindkét költő sokat írt a szabadságról, a lázadásról, a halálról, azután a szerelemről, a férfias önérzetről és a hazáról. Ilyen témájú versek egyben életművük kései korszakának legfontosabb költeményei kerültek a két olvasókönyvbe. Ötlet adódik az életből, a két költőnek a születése köti elsősorban össze. 1823. január 1-e közismerten Petőfi születésnapja, és ugyan ezen a napon, csak 100 évvel később, 1923. január 1-én született itt Nagykonyiban Tamási Lajos. Az őket összekötő szellem, amelyik a szabadságban, így lett ugye a könyvnek is a címe, a szabadság hadd nézzünk szemedbe, és hát így ez volt az ötlet, ez nekem számomra adódott, én nagyokat vigyorogtam magamba, hogy milyen jó ez, mert hogy ez mások nem fog eszébe jutni biztos, mert én voltam Tamási Lajosnak a barátja. Akkor még kezdetben Tamási, még a barátaim is azt mondta, hogy mit veszel a nyakadba ilyen terhet, most minek kell ezt csinálni, és akkor én viszont tudtam, hogy itt olyan alkalom adódik számomra, amit nem lehet megkerülni. Az összeállító Benke László célja nem az új ismeretek nyújtása volt, hanem az, hogy az életmű jellemző összefüggéseire nyissa rá az olvasók szemét. A délután folyamán természetesen a költők versei is hallhatóak voltak, többek között Petőfi romantikus rapszódiája, az egy gondolat bánt engemet is elhangzott. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap. Ha ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyagó zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság. Az ikerkönyvek manapság egy ritka könyvműfaj. A szabadság, hadd nézzünk szemedbe, forradalmaink költőinek életművében kalauzol. El kellett dönteni bizony, hogy mit csináljunk. Hát az egy gondolat bánt engemet, ugye mindenki ismeri, az kínálkozott, mert elővettem én irodalomtörténészeket, irodalomtörténeteket Petőfiről, és adódott sok minden lehetőség, de végül is dönteni, választani kellett, és így én az érett Petőfit választottam. Irodalomtörténészektől is ezt a helyeslést kaptam, bármint a könyveikből. A felhők után Petőfi nagyköltővé érett, amikor ezt a verset megírta, eldőlt a sorsa végérvényesen. A romantika korszakában vagyunk, ugye ő azt meg akart felelni annak a gondolatnak, amit elképzelt, annak az életnek, ami elé a szabadságharc, a forradalom és a szabadságharc állította. Vannak életrajzi elemek, irodalomtörténészektől tehát rövid prózai közlemények. Egyben kedvet kapunk Petőfi életéről való olvasásnak is, vagy kedvet adunk, kínálunk. A Tamási Lajos kötete nem épülhet így fel, mert sajnos őróla nincs monográfia, nem készült életrajz. Én írtam, amit írtam róla, nem keveset, nem sokat. A felolvasásokkal tarkított délután egy igazi kedvcsináló volt a kötetek későbbi forgatásához. Ébreszt fel alvó nemzeti lelkemet. Dörögne Berzsenyi már jó ideje. Csak hogy ő még, mintha értelenül süket fülekbe harsogta volna maga igéjét. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad névtest csuda dolgokat. Az ünnepélyes hangulatú könyvbemutatón a nagykonyi születésű Tamási Lajos családja is részt vett.